Az ebéd utáni alvás időben már csak Mira és Zsombor van ébren az Angyalka csoport tagjai közül. 2024 áprilisában kapta meg működési engedélyét az új Mária Pócsi görögkatolikus bölcsőde, amelyet Szocska Ábel megyés püspök áldott meg ünnepi ceremónia keretében. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Az eseményen a polgármester úgy fogalmazott, jó ötlet volt átadni az egyháznak az intézményt. Eltelt egy 5-6 év, és a görögkatolikus egyház vett át az oktatási rendszerünket, tehát az óvodát, iskolát, most már bölcsödét, és nagyon szépen fejlődnek, meg vannak a szülők elégedve, ezáltal az önkormányzat is meg van elégedve, és tényleg hálával tartozunk nekik, hogy jó kezekbe került. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a rendszerváltás óta nem volt példa ennyi beruházásra az óvodák és bölcsődék építése, illetve felújítása tekintetében. Emlékeim szerint 17 új bölcsődét építettünk, illetve újítottunk fel a Fidesz-KDNP kormány és az Európai Unió támogatásával. Ez mintegy 5 milliárd forintba került. De jó szívvel tettük, hiszen ez az első lépcsőfok, amikor a gyermekeink nevelésébe a közösség, akár önkormányzat, egyházközség bekapcsolódhat, azáltal, hogy bölcsődét üzemeltet. És ezen kívül mintegy 10 óvodát újítottunk fel, illetve épült az elmúlt évtizedben. Ez mintegy 1,5-2 milliárd forintba kerül. Ilyen formán a közvetlen nevelési intézményekre fordított összeg mintegy 7 milliárd forintot tesz ki. A képviselő hozzátette, ha az iskolákat is beleszámoljuk, akkor jóval 10 milliárd forint feletti az az összeg, amit oktatásra, nevelésre fordított a kormány a választókerületben. A rendezvényen a miniszterelnökség képviseletében részt vett Soltész Miklós, aki úgy fogalmazott, 2010 óta folyamatosan nő a bölcsödék száma. 2010 óta több mint kétszeresére növekedett a bölcsödei férőhelyek száma az országban. Hatalmas nagy dolog ez, hiszen amikor átvettük a kormányzást 2010-ben 32 ezer férőhely volt, most meg már 65 ezer. És ezen belül, hála Istennek, nagyszerűen elindultak az egyházi fenntartóknak a bölcsödéi is. Hogyha fenntartói helyet nézünk, hogy hány bölcsöde van szerte az országban, azok közül 7%-ot, több mint 200 helyet az egyházak tartanak fönn, összesen 3000 gyermeknek, a pici gyermeknek a nevelését vállalják. A Mária Pócsi bölcsőde két csoportszobája mintegy 100 négyzetméteren pár hét alatt elérte a maximális 24 fős létszámot, mondta el az intézmény vezető. Jelenleg Mária Pócsi gyermekek járnak a bölcsődébe, de az ellátási területünk egész Szabolcs megyére vonatkozik, tehát bárhonnan tudunk gyermeket fogadni, amennyiben szabad férőhelyünk van. A Noé bárkájára emlékeztető épület Európai Uniós forrásból mintegy 420 millió forintból épült meg.